Olyan régen volt a legutóbbi videó, hogy az akkor példaként használt avokádó mag azóta egy ekkora dzsungellé cseperedett. Itt érik rajta az avokádó. Na jó, ezt a poént nem fogom tudni többször elsütni, meg azóta azért történt egy és más, úgyhogy már nagyon aktuális volt ez a... A mai heti hatás tematikáját alapjában meghatározza az, hogy kiköltöztem egy dél-portugáliai tanyára. Úgy ahogy. Úgyhogy fogok válaszolni az összes ezzel kapcsolatos kérdésetekre, amit Instagramon tettetek fel. Elmegyünk majd egy random portugál kirándulásra a hegyekbe, de előtte jöjjön az év akármilyen rovat helyett a hajrá tanárok rovat. Tegnap beszélgettem egy portugál általános iskolai tanítóval, és amikor szóba jött, hogy milyen az oktatás helyzete otthon Magyarországon, akkor azt mondta, hogy ha ilyen lenne itt Portugáliában, akkor ők egyöntetően felálltak volna, és megmutatták volna, hogy ez így nem mehet tovább. És amikor mondtam neki, hogy igen, nagyjából valami hasonló zajlik itthon, akkor még nem tudtam, hogy mi lesz ma a hírekben, hogy mekkora tüntetések szerveződnek országszerte, és mekkora megmozdulások vannak. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez marad is ebben a mederben, és sikerül majd eredményeket elérni, és nem lesz belőle egy ilyen hétvégi belvárosi utcabál, piknikezés és koncertezéses gőzkieresztés, mert hogy ez eddig nem igazán vezetett semmilyen eredményre. Lehet csinálni persze ezt a vonalat is, és akkor elképzelhető, hogy majd a Vodafone, a Nemzeti Sport, meg a stadionok bevételeiből majd 2042-re lesz egy 10%-os pótlék emelés, ami nem biztos, hogy megoldaná a helyzetet. Nyilván nem csak a pénzről van szó, de ez egy elég meghatározó eleme a rendszernek. Egyébként a portugál oktatási rendszer 15-20 éve még finoman szólva is alulról szagolta az ibolyát, aztán társadalmi nagy egyetértésnek, meg némi EU-s ráhatásnak köszönhetően azért megemberelték magukat, és mostanra egészen kikupálódott a rendszer. Nem azt mondom, hogy egy Finnország lett itt a déli végeken, de egészen elfogadhatóak lettek a viszonyok. A tanárok egész normálisan keresnek, nyilván ez függ attól, hogy milyen szinten tanít az ember, milyen területen, stb. De összességében nincs sok ok a panaszra, és minden előre mutat. Volt hatalmas iskolai reform, odafigyelnek arra, hogy a diákoknak mekkora terhelés jut, nagyon figyelnek arra, hogy kik a leszakadók és rajtuk hogyan lehet segíteni, meg nagyon sok informális oktatási vonal is van az egész rendszerben. Sőt, ezt olyannyira tudom, hogy 2 éven keresztül volt szerencsém itt dolgozni egy portugál nemzeti oktatási ügynökségnek, a Ciencia Viva-nak. Nyilván a saját szerepem csak valami egészen picike mérhetetlen tényező volt ebben az egész nagy rendszerben, de remélem, hogy nem csak homokszem voltam a gépezett fogaskerekei között. Jöhet az év akármilyen rovat? Állj meg te, mocskos kutya! Mert hogy eljött az évnek az a szakasza, amikor szokás szerint a mindenféle egyesületek, szervezetek keresik az év akármilyeit, hogy ezzel hívják fel a figyelmet a különböző környezeti dolgokra. Kezdjük rögtön az év fájával, amit nagyon-nagyon régóta szervez az Erdészeti Egyesület. Olyan régóta, hogy emlékszem arra, hogy még a 90-es években, amikor különböző biosz versenyekre készültem, akkor kötelező felkészülési anyagként voltak megadva évfájáról szóló cikkek, azt hiszem, hogy az Élet és Tudományban, vagy valamelyik hasonló folyóiratban, szóval egy nem mai kezdeményezésről van szó, és ezt szarvatlan Unikornis Mihály javasolta, hogy ezzel a témával mindenképpen foglalkozzunk. Na lássuk, hogy mi az idei kínálat. Az évfája.hu nem éppen mobilbarát, de ez ne tartson vissza senkit. Versenyben van a kecskefűz, a Salix caprea. Ez egyébként az, amiből a húsvéti barkákat szokták csinálni, vagy azt hiszem többnyire ez a fafaj. A húsvéti barkát részben ez a faj szolgáltatja. Igen. A másik a rezgőnyár, a Populus tremula, illetve a Venicil, nem tudtam, hogy ezt így hívják, az Ulmus levis. Az a helyzet, hogy a kecskefűz és a rezgőnyár nagyon közeli rokonok, mind a kettő a szalikáceai, vagyis a fűzfélék családjába tartozik. Igen, a nyár is fűzféle, viszont innen kilóg az Ulmus, tehát a szil. Én szeretem a szileket, a birtokon is van 2 fa. Van egy nagy, meg van egy kicsi, amit próbálok életben tartani. Szerintem a szírre fogok szavazni. Tegyetek itt is. Gondolom azt nem kell mondani, hogy bármelyik fát is választjátok, annak ettől nem lesz jobb. Legfeljebb a lelketeket édesgeti egy kicsit.
De akkor ennek kapcsán lehet utána csinálni mindenféle tájékoztató kampányokat arról, hogy milyen állapotban van a környezet, mire érdemes odafigyelni belőle, és tanulhattok belőle apróságokat, amiket aztán mondjuk egy kocsmakvízen tök jól fel lehet használni. Hát remélem, hogyha a kiadványok készülnek, akkor azokat nem szilfára vagy az épp nyertes fára fogják nyomtatni az abból készült papírra, mert ez egy picit morbid lenne. Ez az autóroncs itt van egyébként a tanyának a közepén, tele van rágcsálókkal, tegnap láttam egy patkányt berohanni alá. Kumisz egyébként naponta szerintem 2-3-4 órát simán eltölt ennek a környékén szaglászva, de most jön mindjárt a kirándulás, de előtte válaszolok a kérdéseitekre rovat. Remélem lesz elég fény, hogy befejezzem ezt a videót, mert hogy itt vagyok fenn a padlástérben lomok között, ahol éppen meghúzom magam itt a tanyán, ami lehet, hogy elsőre nem hangzik túl jól, de egyébként egész kényelmes helyről van szó. Egy barátom mondta azt valamikor, hogy én nem utazni szoktam, hanem költözni, amiben annyi igazság azért van, hogy tényleg nem vonzanak ezek a egy hétre elmegyek valami egzotikus úticélra típusú utazások. Sokkal inkább szeretek hosszabb időt eltölteni egy országban, ott egy picit megismerkedni a nyelvvel, a kultúrával, az emberekkel, beágyazódni, átérezni azt, hogy mit éreznek ott az emberek. Portugáliában pedig 2 évig éltem korábban, úgyhogy arra gondoltam, hogy most ezt a déli részt szeretném felfedezni, úgyhogy Workaway-en találtam egy olyan helyet, ahol önkénteskedhetek szállásért és kajáért cserébe, ami szerintem egy tök jó díl így októberre, tekintve, hogy nagyon-nagyon jó idő van. Körülbelül olyan az idő, mint otthon egy ilyen kellemes nyári nap, és minden nap ilyen egyszer vettem fel pulóvert. Mondjuk egyébként sem vagyok nagyon fázós, de annál hidegebb nem igazán volt. Nem minden kérdést láttam, úgyhogy lesz, ami meglepetés lesz. Ha mész ottani Lidlbe, mindenképp vegyél Risulta Camarão-t, én egy héten keresztül megettem napi 5-öt. A Lidl-ben vetted. Nekem vannak a verzióim azzal kapcsolatban, amikor közértekben lehet venni ilyen kész kajákat, az nekem mindig nagyon fura, rántott hús meg ilyenek. Azért mondom a rántott hús, mert ez a Risulta Camarão, ez leginkább ahhoz állhat közel, bár nem erről van szó, hanem ilyen rákot tartalmazó kis olajban kisütött párnácskák. Ról van szó. Többnyire akkor eszik ezeket, amikor vagy előétel van, vagy pedig olyan alkalmakkor, amikor mi mondjuk pogácsát szolgálnánk fel egy összejövetelen, úgyhogy mivel a korábbi munkahelyemen elég gyakran voltak ilyenek, úgyhogy rengeteg ilyet ettem. Szerencsére nem kellett Lidl-be mennem. Nem tudom, hogy milyen lenne a különbség. Én azért jobban örülök, ha ez ilyen frissebbnek tűnik. Nem tudom, lehet, hogy csak előítéleteim vannak. Nincs kérdésem, csak simán szeretem a posztjaidat. Köszi. Ha követtek egyébként Instagramon, rendszeresen tolom a sztorikat, meg mindenféle hülyeségeket, amik eszembe jutnak. Portugáliáról csinálok nyilván képeket, és azokat is feltöltöm, meg igyekszem jó sok szóvictől megmenteni titeket, de még így is elég sok átmegy. Szalai Feri epizód mikor lesz megint? Végítélet, valószínűség, tőzsdekra, konténerhajók. Igen, volt egy ilyen adásunk, sőt több adásban is volt Feri vendég, Szertár Podcastről van szó. Nem tudom, fel fogom hívni, ha hazamegyek, aztán megkérdezem, hogy lenne kedve egy podcasthez, mert nagyon jó ilyen mélyreásó beszélgetések szoktak lenni a világ nagy dolgairól. Hol van Lajka? Ez egy jó kérdés, a képeken valóban ritkán lehet látni mostanában, Portugáliában pedig egyáltalán nem jött velem. Ez annak köszönhető, hogy hát Lajka új gazdánál van, nagyon sok időt tölt nálam is, meg az új gazdiánál is, egyébként az exemnél van, de Kumisz azóta, mintha kicserélték volna, egy teljesen új kutya, hát viszonylag nyűgnek érezte a kis ugráló patkánynak a jelenlétét, úgyhogy azt hiszem ez a legjobb megoldás. Néha találkoznak, nagyon szívesen vigyázok rá, örülök, ha itt van, de nekem is könnyebb egy picit az életem, hogy csak egy kutya van benne, de néha hiányzik. Másnak nem adtam volna, hogyha nem láthatnám, de így ez egy tök jó megoldás. Hogy vagy, milyen odakint kutyusok, hogy viselik? A kutyusok, ennek megfelelően csak egy kutya, az
Utat Kumis eleinte nem nagyon élvezte, 2,5 napig tartott az út ide végig autóban, de úgy a második napra már magától szállt be a kocsiba, jönni akart, amikor megérkeztünk ide a tanyára, este pedig ment a kocsihoz, hogy vissza akar szállni, mert azt hitte, hogy megyünk tovább. A tengert azt nagyon élvezi, meg úgy általában itt a tanyát nagyon-nagyon szereti. Lesznek-e még Lackó gazda videók? Igen, nagyon szeretném, hogy legyenek, sőt, akár innen is lehet a narancsosról, hogy hogy néz ki egy narancsültetvény, mit érdemes róla tudni. Most éppen egy korábbi meccésről tisztogatjuk a sorközöket. Egy borzalmasan elhanyagolt ültetvényről van szó egyébként, úgyhogy van munka bőven. Hogy él a füge? Füge bokrok vannak, most éppen 2 termés között vagyunk, úgyhogy nagyon sok fügét nem ettem itt. Gránátalmát viszont igen, fú. Nagyon sok gránátalma van. Mennyi egy tökéletlen fecske maximális repülési sebessége? Hogy is, hogy ez attól függ, hogy európai vagy afrikai tökéletlen fecske? Egy királynak sok mindenhez kell érteni, a tökéletlen fecskékhez is. Csókolom az LSD-t, mikor kell metszeni? Ti mit szívtok? Ha Portugáliában járok, mi az, amit feltétlenül meg kell kóstolnom? Bármilyen kaját. A portugál konyha az iszonyatosan jó. Általában nagyon egyszerűek, tehát nem az van, mint mondjuk a magyar konyhánál, hogy 26 órán keresztül állsz ott, és megfelelő ütemben kell rakni a hagymát, meg a nem tudom, és sima a húst megsütik, belerakják egy zsömlébe, kész a bifána, és teljesen jó, de olajbogyó mérgezést ezt valószínűleg fogok kapni, tehát folyamatosan olajbogyót zabálok, ami azért jó, mert itt nem csak olyan olajbogyó van, mint otthon, amit konzervben vagy ilyen befőttes üvegben lehet kapni, nem ilyen nagyon sokféle érlelésű, mindenféle olajbogyók vannak. Imádom őket, úgyhogy sorba eszem mindegyiket, amit találok a boltban. Piacra még nem tudtam itt elmenni, de majd lehet, hogy most hétvégén feltérképezem, és megnézem, hogy ott milyen a felhozatal. Régen mindig ott vettem az olajbogyót, és nagyon hiányzik. Ja, meg még valami. Portugálok imádják a csillagfürtöt, és én is. Viszont ha a csillagfürtöt láttok otthon, amit takarmánynak termesztenek, abból azért ne egyetek, mert elég magas lehet az alkaloid tartalma. Ez viszont biztos, hogy emberi fogyasztásra is alkalmas. Egy ilyen kis sárga toszról van szó, aminek a héját nem szabad megenni, hogyha ilyet láttok egy portugál üzletben. Kicsit megroppantjátok, a belseje bemegy a szátokba, imádom. A héját meg el lehet dobni. Mert a komposztra. Most meg kellett bontanom miattatok, úgyhogy folyamatosan ezt fogom zabálni. Irigy vagyok rád, ez nem kérdés volt. Azért, ha megmutatnám a erősen nomád körülményeket, meg azt, hogy időnként nem mindig van víz a házban, vagy legalábbis így fél-fél órára teljesen elmegy, amikor éppen bedöglik a szivattyú. Egész héten egyébként szivattyúszerelés volt most. Nem biztos, hogy nagyon irigykednétek, de én minden esetre élvezem ezeket. Legeltél valamit út közben, vagy már nem izgat a vadnövények íze? De mindig szoktam legelni a mai napig, annak ellenére, hogy most már nem csinálom ezt a napi legelés Instagram sorozatot. Most legutóbb nekem a hibiszkusz virág volt a kedvencem, tehát ha zuglóban láttatok reggelente kutyát sétáltatni, akkor jó eséllyel így tömtem magamba a hibiszkusz virágokat a környékről. Itt is eszem viszont, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogyha vadnövényeket gyűjtötök azért, hogy megegyétek, akkor az első alapszabály. Nem tudom, hogy vannak-e ilyen alapszabályok, úgyhogy ez most legyen a Lackó gazda féle szabályrendszer. Tehát az első, hogy biztos, hogy tud beazonosítani a növényt, tehát 100%-ig legyél biztos abban, hogy mi az, amit enni fogsz. Legyél utána biztos benne, hogy ehető az az adott növény. Erre egyébként a faf.org honlap tökéletesen jó irányt tud nektek mutatni. És még valami, hogyha még nem ettél valamit korábban, akkor lehetőleg egyszerűen ne tömte le a gyomrodat, mert nem tudhatod, hogy érzékeny leszel rá, fájni fogja a gyomrod tőle, vagy nincs-e éppen valami olyan hatás, ami később fog jelentkezni. De a legtöbb növény az valóban ehető, vagy ha nem is a legtöbb, de nagyon-nagyon sok növény biztos, hogy ehető, és jóval több, mint amit egyébként az üzletben kapunk. Úgyhogy igen, nekem a kajámnak egy része az ilyen mindenféle vad növényekből szokott állni. Lehet, hogy erről majd egyszer lehet csinálni egy teljes adást. Bocs, nem nagyon követtem, melyik városban, településen laktok Portugáliában. Faruban vagyok most. Faru az Algarve nevű résznek, tehát Portugália legdélibb részének. Nagyjából a közepén van, ez egyébként a régiónak a központja is. Nem egészen igaz, hogy Faruban vagyok pont. Faru mellette egy Marigelha nevű kis faluban, aminek szó szerint az a jelentése, hogy
tenger és háború. Tenger innen viszonylag messze van, és remélem, hogy a háború is. Egyébként nagyon erőszakos falu neveket tudnak adni. Most tegnap mentünk át a Mata de Lobo, azt hiszem az volt a falunak a neve, ami szó szerinti fordításban a farkasgyilkos, vagy valami hasonló. Úgyhogy ehhez képest, hogy Magyarországon ilyen megyenevek vannak, hogy Békés megye, hát szerintem Portugália elég durván tolja. Na, ezzel kifújtak a kérdések, úgyhogy jöjjön a random túra rovat. Múlt vasárnap valahogy a hosszú út után hajlamos lettem volna inkább itt bepunyadni a tanyán, de úgy döntöttem, hogy nem, ezt nem hagyjuk annyiban. Megkerestem a lehető legzöldebb helyet a térképen, ahol lehetőleg van egy forrás is, és nincsen túl messze, úgyhogy elmentem oda ezzel, részemről készen volt a túra tervezés. Hát azért bíztam benne, hogy itt a civilizációban nem lesznek nagy problémák, úgyhogy kocsiba vágtam magam, és irány. A forrástól indultam, ami egyébként egy kerekes kút volt, ez a térképen nyilván nem lehetett látni. Azt jó sokáig kellett tekerni, amíg megindult belőle a víz, hogy meg tudja mitatni a kutyát. Nagyon-nagyon régen Észak-Görögországban többször voltam túrázni, és egy kicsit az az érzés sejlett vissza nekem. Nagyon-nagyon hasonló volt abban az értelemben, hogy oké, van erdő, van növényzet, de elég bizarr, hogy a nagy részét egyáltalán nem ismerem. És ettől volt egy ilyen nagyon fura, ismerős idegen érzésem, és ez csak tovább fokozza, hogy nagyrészt mindenütt a tipik mediterrán talajba, a terra rosszába lehet ütközni. A sok vasháromoxid ad azért egy erős marsbéli érzést ennek a tájnak, már ha marson lenne vegetáció, értitek? Vagy ha nem is a marson lennénk, de legalábbis Ausztráliában. Sok éve csináltam egy viszonylag senkit nem érdeklő videót arról, hogy miért van ennyi erdőtűz Portugáliában, és már akkor is felvetettem, hogy nagyon nagy szerepe van ebben annak, hogy rengeteg itt az eukaliptusz, tényleg csak a koalák hiányoznak. Olyan szinten hiányoznak a koalák, hogy nekem kellett pótolni őket. Viccet félretéve az tök jó volt, hogy az út egy része egy ideiglenes patakmederben ment. Most így nyár végén csontszáraz, de amikor jönnek majd a tavaszi zuhék, itt minden bizonnyal zúdul majd a víz. A portugál esők egyébként nagyon intenzívek tudnak lenni. Két telet töltöttem Lisszabonban, és minden alkalommal megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor leszakad az ég, utána pedig 3 perccel később ragyogó napsütés van. Kicsit ehhez kapcsolódó történet, hogy mivel Portugáliában sokat esik az eső télen, és sokat süt is a nap, ezért viszonylag gyakran van szivárvány. Na, én ezt nem tudtam, amikor idejöttem, úgyhogy amikor először láttam ilyen nagyon-nagyon szép szivárványt a város fölött, akkor izgatottan mondtam a kollégáimnak, hogy azt nézzétek, gyönyörű ott a szivárvány, ők meg így néztek, hogy jó, és? Nálunk biztos, hogy telex címlapon lenne, hogyha ilyen szivárványok lennének, itt pedig teljesen mindennapos az évnek egy bizonyos szakaszában. Na de vissza a kiránduláshoz. Amikor a kocsihoz visszaértem, akkor döbbentem rá, hogy a hegyek között nulla térerőm volt. Emlékeztem ugyanaz útra, de úgy döntöttem, hogy inkább újat fedezek fel, és mentem addig, amíg el nem fogyott a burkolt felület. Mivel a kocsit a szüleimtől kaptam kölcsön, attól aggódva, hogy a régi Ford az nem nagyon bírná ezt a hosszú utat, most jó lenne, ha szüleim, ha nézik ezt a videót, innentől kikapcsolnák, jó? Megvárom. Mert néhány helyen örültem, hogy piros a kocsi, mert kevéssé látszik rajta a vörös por. A lelkesedésem ott zuhant egy kicsit lejjebb, amikor az egyik táblát meglátva rájöttem, hogy nem Ausztriába értem, hanem a helyi vadásztársaságnak a területére. Itt úgy döntöttem, hogy sokkal jobb dolog életben maradni, mint új élményekkel gazdagodni, úgyhogy visszafordultam nagyjából arra az útra, amire emlékeztem, és mentem tovább, de legalább így meg tudom nektek mutatni, hogy hogy néz ki a paratölgy. Semmi extra, viszont a kérge elég vastagon elparásodik, és ezt használja fel aztán a parafaipar. Az egyik múzeumban volt erről egy kiállításunk, nem biztos, hogy mindenre 100%-ig emlékszem, tehát lehetnek itt-ott sötét foltok az emlékezetemben, de a kérget, ha jól rémlik, sok évente hántják ugyanarról a fáról. Az első hántások általában még szétesőek, porladnak, ebből még nem lesz dugó, hanem egyéb helyeken használják fel. Aztán a sokadék hántolásnál lesz az a kemény, tömör, parafat dugó alapanyag, amit mindannyian ismerünk. Arra is emlékeztem, hogy ezeket a parafázós területeket kettős hasznosításban tolják, mert hogy mi mást kezdenének itt a kietlen vidékkel, úgyhogy disznót szoktak makkoltatni a fák alatt. Hát sikerült most egy gyakorlatban is megtapasztalnom az elmélet helyességét. Fogalmam sincs, hogy mennyire békések a portugál szalonnák, úgyhogy innen is gyorsan továbbálltam. Hát viszontagságos hely ez a Portugália,
Egy ideig viszont még ellenállok ezeknek a rémisztő környezeti hatásoknak, viszont november elején már tuti, hogy otthon kell lennem, mert hogy jön a Richter ideaton, amire most zártuk le pont a jelentkezéseket, átválogattuk az összes pályázati anyagot, szuper jók lettek, úgyhogy remélhetőleg jövő hét elején, hogyha pályáztatok, kaptok majd egy értesítést, hogy bekerültetek, vagy sem. Na mostanra ennyi, jövő héten folytatjuk, sziasztok!